Elnök úr, tisztelt országgyűlés! Orbán Viktor kormányzása alatt soha nem vonultak ki annyian az utcára, mint tegnap. A 70-80 ezer fős tömeg azért ment ki az utcára, hogy tiltakozzon a CEUT ellehetetlenítő, alkotmánysértő törvény és a beterjesztett civil törvény ellen, de aki ott volt a demonstráción, látta és tudta, hogy ez több, mint a CEUért és a civilekért való kiállás. Az emberek üzentek a kormánynak, hogy abból, amit és ahogyan tesz, elég volt. A kormány rekordsebességgel, diktatúrákat is megszégyenítő gyorsasággal két nap alatt vert át a parlamenten a Lex CEUT, úgy, hogy egy héttel korábban még fogalma sem volt róla senkinek, hogy mi is készülődik Magyarország egyik legszínvonalasabb felsőoktatási intézménye ellen. Nem sokkal később megjelent a külföldről támogatott civil szervezetek megbélyegzéséről szóló törvénytervezete is, amivel a kormány újabb frontot nyitott a társadalom felé. És Németh Szilárd a kormányzati médiában azóta azt fröcsögi, hogy tudnunk kell, kik az ügynökszervezetek. Azt üzenem neki, szégyelje magát. A kormány az elmúlt években anyagilag ellehetetlenítette, kinyírta a független civil szervezeteket, és most még beléjük is rúg, megbélyegzi őket. Azt mondja, ügynökszervezetek, gyalázatos. A CEU kicsinálásáról szóló törvény, a kormánynak nem tetsző civilekkel való leszámolás, csak úgy, mint a kormánykritikus sajtó elhallgattatása, ugyanarról szól, a demokrácia felszámolásáról. A kormány évek óta módszeresen számolja fel az autonómiákat. Megszüntet, betilt, elhallgattat mindent, ami saját hatalmára nézve veszélyesnek tart. Az újabb brutális támadások a társadalom még autonóm szférái ellen egy dolgot üzennek. Egyetlen, kormánytól független működő intézmény vagy szervezet sem érezheti magát biztonságban. A Lex CEU és a civilek megbélyegzése túlmutat önmagán. Tegnap egy újság, ma egy egyetem, holnap a civil szervezetek, és azután kikerül sorra. Tisztelt képviselőtársaim! Ez a kormány a rombolás kormánya. Nem épít, hanem rombol. Nem nyugalmat, hanem nyugtalanságot teremt. Stabilitás helyett bizonytalanságot. Problémák megoldása helyett újabb és újabb problémákat kreál, újabb frontokat nyit. A rögeszmés ellenségkeresést és a csúcsra járatott kormánypropagandát nevezik kormányzásnak. Az a felháborító az egészben, hogy folyamatosan a népakaratra hivatkozó kormány éppen csak a népakaratát hagyja figyelmen kívül. Miközben látszat konzultációkat folytat, semmibe veszi az emberek véleményét, és minden arra vonatkozó kísérletet elgáncsol, ami a nép megkérdezésére irányul. Egy szűk politikai elit akarja megmondani, hogy mi jó az embereknek. Nem csak az utcára vonuló tiltakozók kinyilvánított akaratát veszik semmibe, de azt is megakadályozzák, hogy az ország jövőjét érintő fontos kérdésekben az emberek véleményt nyilváníthassanak. Ilyen sorskérdés, tisztelt képviselőtársaim, Paks 2, amelyről Orbán Viktor azt mondta, hogy az évszázad legjobb üzlete. Ezzel szemben az LMP azt állítja, hogy ez az évszázad legrosszabb üzlete. Elfogadhatatlan mind politikailag, mind gazdaságilag, és elfogadhatatlan energiapolitikai szempontból is. Paks 2-vel növeljük az orosz függőséget, kockáztatjuk az ország szuverenitását, elviselhetetlen anyagi terheket pakolunk a jövő nemzedék vállára, és kényszerpályára tereljük az ország energiapolitikáját. A biztonsági és a környezeti kockázatokat nem is említve. Azt gondoljuk, erről népszavazáson kell megkérdezni az embereket. Az LMP február végén kezdeményezett népszavazást a paksi bővítésről, de a választási bizottság eddig minden kérdésünket visszadobta. Látjuk jól, hogy a Fidesz olyan rendszert épített fel, amiben csak azokból a kérdésekből lehet népszavazás, amit a kormány akar. Ezért olyan alkotmánymódosítást nyújtunk be, amely alapján ilyen fajsúlyú beruházások esetén kötelező lenne a népszavazás kiírása. Ez újra visszaadná a népszavazást a népnek, és lehetetlenné tenné, hogy ilyen fontos kérdésekben a magyar emberek háta mögött a megkérdezésük nélkül döntsenek. Ha bezár a CEU, hát megy a civil törvény, és a kormány nem ad zöld utat a paksi népszavazásnak, azzal a kormány nyíltan elismeri, az emberek akarata nem számít. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük. A kormány nevében Dömötör Csaba államtitkára kíván válaszolni. Önni a szó, államtitkára. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőasszony, több témát érintett. Engedje meg, hogy reagáljak. Az egyetem ügyében azt szeretném elmondani önnek, hogy bármennyire is állítja ezt az ellenzék, a kormánynak nem célja, hogy bezárja az egyetemet. A tanszabadságot senki nem szeretné korlátozni. Amit a kormány szeretne, az tiszta és átlátható viszonyrendszer, a cseh modellt követve többek között, ahol államközi szerződésekhez kötik a külföldi egyetemek működését. Lehet, tisztelt képviselőasszony, hogy Magyar Bálintnak elég volt küldeni egy egyoldalas légypapírt gyarmati tempóban, amin megrendelések voltak, de a kormány ragaszkodni fog ahhoz, hogy senki sem állhat a törvények felett, de ami talán ennél is fontosabb, a kormány a maga részéről nyitott a tárgyalásokra az egyetem ügyében, az Egyesült Államokkal is. Más ügyekben is a tárgyalásos út hozta meg az eredményeket. Ami a múlt héten, megkérhettem képviselőasszonynak kiabáljon, én is meghallgattam, amikor ön felszólalt. Ami a múlt héten benyújtott törvényjavaslatot illeti, ott a cél az átláthatóság. A kormány azt szeretné elérni, hogy minden magyar állampolgárnak világos képe legyen arról, hogy melyek a külföldről támogatott szervezetek. Egyébként minden külföldi állam joggal küzd a külföldi befolyásszerzési kísérletek ellen, hogyha megnézte az amerikai elnökválasztási kampányt, ott is heves viták övezik ezt a kérdést, és egyébként ezt a törvényjavaslatot amerikai mintára is nézték át az előkészítők. Ön is nagyon jól tudja, hogy az Egyesült Államokban a 30-as évektől kezdve érvényben van egy törvény, amely alapján az úgynevezett külföldi ügynököknek regisztrálniuk kell magukat. Ami a paksi bővítést illeti. A paksi bővítés az olcsó áram garanciája. Önök rendre hivatkoznak mindenféle támogatási rendszerekre, többek között Németországban, de azt elhallgatják a választó polgárok elől, hogy Németországban sokkal-sokkal többet kell fizetni a villamos energia áráért, és önök sohasem mondják azt meg, hogy miből szeretnék ezt a különbséget, ezeket a költségeket előteremteni. A népszavazás ügyében meg azt szeretném önnek elmondani, hogyha van társadalmi támogatottság és a törvények is engedik, lesz népszavazás, hogyha nincsen társadalmi támogatottság és a törvények nem teszik lehetővé, akkor pedig nem lesz, a kormány majd ennek megfelelően jár el. Ami a tegnapi tüntetéseket illeti, egy szabad országban élünk, Magyarország demokrácia, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Szeretném önnek is elmondani, hogy 2006-tal ellentétben ma úgy lehet tüntetni Magyarországon, hogy a rendőrök a rendet vigyázzák, és nem lőnek a tömegbe, mint a baloldali kormányok idején. A parlamentnél is lehet tüntetni, tisztelt képviselőasszony, a parlamentnél is lehet, az önök idejében nem lehetett, mert kordonokkal vették körül a parlamentet, így ön akárhányszor kilógathat zászlót a tüntetők elé a parlamentből, mert lehet tüntetni. Az egyetlen kivétel ez alól talán Szeged, ahol bilincsbe verték a Sevier botrány miatt tiltakozó állampolgárt, aki vizsgálatot követelt volna. Tisztelt képviselőasszony, összességében hagyd mondjam el önnek, hogy a magyar demokrácia erős, nincs olyan társadalmi csoport, amely nem mondhatná el a véleményét, akár az országgyűlés ablakai alatt is. Talán önnek is feltűnt, hogy még egyszer elmondom, hogy nincsenek kordonok, mint 2006-ban. És a magyar demokrácia annak ellenére is erős, hogy a baloldal soha nem látott agresszivitással próbálja ellensúlyozni a saját nehéz helyzetét. Abból, ahogyan most Kunhalmi képviselő úr kiabál, ez nagyon jól látszik. Az már látszik szintén, hogy mozgalmas választási év elé nézünk, ahol a baloldal minden külföldi és belföldi szereplője felsorakozik a kormány ellen, és ebbe a buliba még 1-2 milliárdos is be fog szállni, még egy ok arra, hogy megvédjük az eddigi eredményeket, és kiálljunk Magyarország függetlensége mellett. Köszönöm, hogy meghallgattak.